Horkai Zoltán állatkoordinátor a vendégünk, és hogy hívják ezt a szépséget? Nelson. Ne tódd el a fotelt, légy szíves. Egészen pontosan tudjuk, hogy ő egy farkas, de mit lehet róla pontosabban tudni, milyen farkas? Ez egy... Hé, ne menj el, gyere vissza ide. Ilyenkor ideges? Lehet, hogy egy kicsit a kamerától, ami ilyen közel ide jön, magára nem ide. Jaj, de aranyos, elbújt a kanapén. Gyere ide vissza. Látod, tehát, hogy elmegy, akkor visszajön, lehet, hogy megissza majd a vizet. A kérdésedre válaszol, Mónika, ez egy hé, gyere ide vissza. Nelson, jó. Tehát lehet, hogy hozzászólni? Egy... Nelson, és persze, akkor lehet, oda? Lehet, csak le fogja verni a vizet, ezt odébb teszem, jó? Jó, nem, hát ő farkas, átrendezi a lakást. Gyere ide, cica. Hát ez egy kanadai és egy európai keveréke, egy kanadai farkas, egy európai szukának a keveréke, úgyhogy ez egy ilyen állatkerti turmix tulajdonképpen, de hát ő már nálam született. De ugye ő filmsztár azért, sok filmben szerepelt, tényleg. Igen, tehát, igen, tényleg. Így van, tehát ő azért elég sok nagy színésszel és rendezővel együtt játszott. Most ha elengedlek, akkor zavarba leszel, mert aztán visszajössz ide, mert itt félni fogsz. Gyere ide. Szia, Nelson! Úgy nyugodtan megsúgatom. Meg lehet. Ezt akartam kérdezni, hogy azért ő egy vadállat, nem egy cica. Persze, de látod, hogy így görgölőzik, kedveskedik. Hát a fiú nem jön hozzám. Gyere ide, hozzászokott azért ez a környezethez. De nem halad belém. Kell még a kezem. Megszoktam ő a kamerákat is, csak itt egy idegen helyen azért először ő jelöl. Persze, szóval, hogy megnézi, hogy... Belakja ilyenkor? Be. Figyelő mindenre. Oda dörzsöli magát a... Persze, vadállat, tehát minden leköti a figyelmét, mert kérdezni, életébe kerülhet, hogyha nem. Tehát kint az erdőn, hogy... ha nem veszi észre, hogy jön a vadász, akkor nagy baj van. De mondjuk abból is baj van, ha nem veszi észre, hogy egy ős csapat szaladjál éppen 100 méterre, akkor nem tudja utána meg. Jó, kérlek. Lehet, hogy fog. Átrendeztem, velem együtt a stúdiót, így hátratolt. Gyere vissza. Nelson! Szóval, de annak ugye... ellenére, hogy nálad született, ő azért nem egy cicus vagy egy házi kutya, ugye? Hát nem, ő azért vadállat. Igen, itt megkérdezték, hogy jöttünk befelé, hogy mi ez, malamut? Tehát azért ez nem kutya. Alaszkai malamut. Igen, bármennyire is kutyásnak néz ki, meg képes szaporodni kutyával, ez ugyanolyan vadállat, mint egy tigris, vagy egy szarvas, vagy egy vaddisznó, vagy egy medve. De ez miben nyilvánul meg a mindenkutatban? A viselkedésében. Tehát ez nem egy domestikált állat, ugye a nem vadállatok, ugye, amiket azt mondjuk, a nem vadállat, azok a házi állatok. Ezeket a házi állatokat az emberek több százer éve próbálják szelektálni, tenyészteni, és mindegyiket arra a feladatra tenyésztik, amire éppen az embernek szüksége van. Tehát kijölük belőlük a probléma megoldó képességüket, mint például a kutyából. Tehát ha összehasonlítjuk az ő probléma megoldó képességét, meg egy kutyáit, akkor az ő sokkal jobb. De a kutya függ az embertől, az ember függővé tette, tehát kéri az ember segítségét, ezért kommunikál vele. Igen. Tehát az ember szemébe néz. Ez nem néz az én szemembe, meg a tiétekbe se, de nem azért, mert sunyi, hanem mert nincs rá szüksége. Így van. Ebből adódóan az együttműködési hajlam, mondjuk munkában vagy valamiben, náluk nincs meg. Hát ő nem akar veled együtt dolgozni. Ők falkában élnek általában, tehát egy társas lények. És ilyenkor van neki falkája, vagy te vagy a falkavezér? Korábban azt mondtam, hogy én vagyok a falkavezér, és én vagyok az alfa, de ezt már nem mondom. Uh-huh. Most már is, hogy 21 néhány éve foglalkozom velük. Ugyanis, ha én bemegyek a kifutóba, akkor a falkának a tagjai az igazi alfát követik. Igen. És mindent neki rendelnek alá. Viszont engem úgy, vagy rám úgy tekint az alfa, mint egy feljebb valóra. Tehát én egy ilyen idegen feljebb való vagyok közöttük, de mégsem az alfa. Hé. Hogy jött ez, hogy farkasokkal foglalkozol? Te elengedlek mindjárt komolyan. Meg hogy a filmek számára. Mert most mondod, hogy azért őket nem olyan könnyű együttműködésre bírni, hogyha éppen ők nem akarják. Hát a film az teljesen véletlenül jött. Egyszer még 95-ben, akkor Budapesten a Lidérc utcában laktam, Lidérc utca 13-ban tartottam a farkat. Melyik emeleten várja? Megkeresett Bécsi László, magyar fotóművész, természetfotós, és egy svájci barátja, hogy Erdélyben akarnak filmet forgatni, farkasról. Pontosabban már forgatják is, csak éppen farkassal nem találkoztak. Aha. A rejtett életmódot ér, retteg az embertől kint a természetbe, de hogy hallották, hogy nekem van egy, hogy gyorsan szaladjunk már fel az erdőbe, és akkor ott forgassunk. Na, csináltunk egy pár snittet, és akkor ezt elvitték, ezt a filmet egy fesztiválra, ahol ugye nem nyert semmit, de a filmesek látták, hogy van abban egy olyan farkas, akit természeti közegben nem tudtak volna úgy fölvenni, mint az akkor én Wolfi farkasomat, és aztán megkerestek, és aztán így lassan elindult ez az egész történet, 20 éve. Én láttam egy
Zoltán a Farkasember című filmet. Ismered? Valami rémlik. Valami rémlik. Én is megnéztem. És ebben láttam egy élet, ahol szerintem Nelsonról volt szó, hogy rá kellett venni, hogy sátor előtt suhanjon el árnyéka, és a félelmetes arcot vágja, és mennyi munka volt benne, hogy ez pontosan rendezői instrukciónak feleljen meg. Igen, hát meg kell tanítani olvasni, és akkor elolvassa a script. A sugógépet. Ez tulajdonképpen a születésüktől kezdődik. Tehát mondtad, hogy említetted itt a munkát, ugye itt az együttműködési hajlam nem olyan, mint a kutyánál. Hiába tanulja meg, hogy ülfekszik át, tudja ez is, és most látod, nem akarja megcsinálni, kövérit meg is szitták, hogy milyen duci. Tehát a munka az gyakorlatilag kiskorában kezdődik. Figyelj, ne rágd el. De most kezd ideges lenni? Nem, egyáltalán nem ideges. Nem. Akkor nem vinni, nem turkálnék a szájába. Akkor mi történne, ha most ideges? Most nem akar velem együttműködni, akkor itt akar hagyni. Mondom, erre kell futni, Móni, jó? Arra vész kijárat. Ha most itt akkor visszajönne ide hozzánk. Igen? Csak lehet, hogy közben levenni onnan a polcra a kaját. Aha, a palacsinta. Ha visszatérve a munkára, az gyerekkorban kezdődik ez a munka, az állatoknak a filmekre való felkészítése, gyakorlatilag kivesszük az anyjától az oduból, és 3-4 óránként szoptatjuk. Ez az éjszak elég fárasztó, főleg amikor többen vannak. Tényleg és fárasztó? Akkor... Én még sose próbáltam. Sose próbáltam. 3-4 óránként szoptatni. Négy farkas. Na jó, de azért ők hatan vannak. Farkas és volt a gyerek, de nem ugyanaz. Van, amikor 6-7-en vannak, persze nem lehet összekeverni. Most tegyük kipróbáltad, milyen ez. Nelson, komolyan mondom, elengedlek. Na hova mész? Nézzük meg, hogy hova megy. De most azért elbizonytalanodik. Hányan vannak ők? Hát most per pillanat 20 farkasunk van. 20 farkas? Aha, hát van 150-200 állat. De azért ez egy vagyon, csak etetni őket, nem? Mennyi hát azért nem alapítvány működteti ezt az egészet, mert nem szeretünk másokra támaszkodni, meg a nem biztosra, hanem inkább úgy vagyunk velük, hogy akkor dolgozzanak meg ők a kajáért. És ez az egyik része a dolognak. A másik része a dolognak, hogy állandóan egy kifutóba tartani, még akkor is, hogyha ez egy nagy erdős kifutó. Elbújtál? Elbújt. Azért ők igénylik, hogy kimenjenek a kifutóból, igénylik, hogy feladatok elé állítsuk őket, igénylik, hogy új környezetbe kerüljenek, és ez nekik elképesztően jót tesz. Tehát azok az állatok, akikkel nem dolgozunk, azokon látszik azért a különbség. Hát itt látjuk egy pár fotót. De akkor fotót, más nem ahogy... is nagyon fér bele az életedbe, nem? Tehát 20 farkas mellett azért... Hát itt ez 20 farkas, 4 medve, egy hiúz, van 100 szarvas, vaddisznó. Várj, ez szerelem, 152 szerelem mit ilyenre, idő, energia? Azt szokták mondani, hogy a szerelem az 2 év alatt elmúlik. Hogy a dopamin megszűnik. Nem, mert ez óriási szeretet kell hozzá, és ezt, ha megkapjuk tőlük is, akkor az ember tudja ezt visszahozni, és ők megadják. Meg a siker, tehát hogyha működik a dolog, akkor az viszi előre az embert. Úgyhogy ez igazából nem olyan nagy feladat, nem megterhelő. Minden más, ami körülötte van, a papírmunka, az ügyek intézése, hé, azt nem rágjuk szépen. Jó, itt az idő szerintem. Köszönjük szépen. Vége van. Lejárt az idő. Köszönjük, örök, hogy itt voltatok, és nagyon jó. Nelson, köszönjük szépen.